Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és üzenem Lankovicsnak, hogy figyeljenek a videónak az elejét, jó? Mert megcsináltam. Ugyanis Lankovics kolléga azt kérte, hogy a livestreamem során, hogy lőjek le valakit ugrás közben csipával, és íme megcsináltam, itt van, tessék. Na de a cél, amiért végül is ez a videó elkészült, nem azért, hogy dicsekedjek Lankovicsnak, hanem hogy elmondjam nektek, srácok, hogy akkor indítunk egy új sorozatot, amit már ugye nagyon régóta terveztem, amit így próbáltam egy kicsit hangsúlyozni a csatornámon, hogy kijön az Advanced Warfare-re, kicsit ráfekszünk erre a játékra, és megint csak elhozok egy egyszerű módszert, ami segíteni fog nektek, hogy ezt a játékot is megszokjátok. Úgyhogy megint letérünk a pályáról egy kicsit, megint máshonnan közelítjük meg a játékot, nem úgy, ahogy a megszokott YouTube videósok szokták ezt csinálni, és megint egy módszert fogok nektek megmutatni. Egy olyan módszert, amit én is megtanultam meg ezelőtt évekkel ezelőtt, és nem feltétlenül Call of Duty-hoz kötődik, viszont úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon hasznosan fel lehet hasznosítani Call of Duty berkein belül is. Ezért is láthatjátok a cím, a nagyszámok törvénye. Úgyhogy ez lesz a címe az új sorozatnak, a nagyszámok törvénye. NST, tehát rövidítsük le, tehát egy nagyszámok törvénye, NST, mert különböző alcímek lesznek, úgyhogy ha látjátok ezt, hogy NST, akkor tudjátok, hogy ez a nagyszámok törvénye sorozatnak valamelyik része lesz. És miről lesz szó ebben a nagyszámok törvényében? Arról, hogyha követni kezded majd ezt a sorozatot igazából, és megérted, hogy mire akarlak rávezetni a különböző részekkel, akkor addigra tökéletesen rájössz, hogy ez a játék neked menni fog. Tehát, hogyha még te vagy a legbénebb játékos, úgy érzed, hogy a legbénebb játékos, úgy érzed, hogy neked ez kurvára nem megy ez a Call of Duty, akkor is menni fog, és akkor is jó játékos leszel, és akkor is érteni fogod a játékot, és tapasztalaton lesz, mert annyira egyszerű a módszer tulajdonképpen, hogy menni fog, tehát menni fog. Tehát, és ha emlékeztek a Call of Duty Gamer Pszichológia sorozatra, lejön ez már a negyedik évad talán, akkor ugye elmeséltem nektek ott, hogy ugye ott lényegében arról volt szó, hogy akarat, cél, egyéniség, tehát vidd bele mindezt a játékba, és hozd ki valami többet magadból, és megint csak nagyon fontosnak tartom ezt, szóval ezt így kihangsúlyozom újra nektek, hogy legyen egy célod, gondold végig, hogy te miért vetted meg ezt a játékot, mit akarsz vele elérni, miért játszol. Én például a Keystroke-ekét játszom, és ez volt az első alkalom, amikor összeszedtem a Góliátot, nem tudom, hanyadik szintű voltam. És ezen a pályán szedtem először össze, és nagyon örültem neki. Tehát nekem mindig egy Call of Duty-nál, ha megjelenik, rögtön az ott, hogy Keystroke, mert az a móka, és kinéztem magamnak ilyen Keystroke-ecskékes, az egyik a Góliát volt, ami így megfogott, hogy például a paladin az ilyen egyáltalán nem tud megfogni, mert valahogy nem valahogy már mintha láttam volna 5000 Call of Duty volt, de ennek a Góliárnak valahogy így van hangulata, vagy nem tudom, hogy bele tudom képzelni magam a szituációba, hogy ott ülök egy ilyen nagy mechben, és ahogy előjön a fegyveret, az nagyon komolyan meg van csinálva. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy igen, hogy elindul egy új sorozat, nagy számok törvénye, úgyhogy NST, kövessétek ezt, tehát hogyha NST, akkor nagy számok törvénye lesz, és gyakorlatilag tényleg egy annyira egyszerű módszert fogunk csinálni, és lehet, hogy már van, aki már most sejti, hogy miről fogok beszélni, de tényleg aki nem, annak úgy gondolom egy nagyon jó kis sorozat vár rá, és segíteni fog neki megtanulni a játékot, viszont egy fontos, lényeges momentum, azt hiszem, mint bármelyik Call of Duty, vagy játéknál is úgy általánosan egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy menjen a játék, ahhoz úgy gondolom, hogy meg kell tenni néhány lépést, és amit én javaslok nektek megtenni, mert ettől csak jobban megy, csak jobban fog tudni menni a játék, és ez pedig az, hogy először is gondolkodjatok abban, hogy ez még mindig egy játék, szóval még nem tartott a világ, bár már van olyan egyetem, ami bevezette az e-sportokat a tanrendjébe, de még mindig ott tartunk, a játék csak egy jutalomforrás, egy olyan dolog, ahol elmegyünk jól érezni magunkat, és van emellett egy úgynevezett életünk is, szóval ahol végre kell hajtanunk bizonyos dolgokat, és hogy miért említem ezt, azért, mert
Biztosan mostanra ti is észrevettétek, hogy a játék egyre jobban megy nektek is, hogyha minden rendben van körülöttetek. Szóval, hogyha elrendezitek minden, például megcsinálod a leckét holnapra, megtanulod, amit meg kell tanulni, akkor sokkal egy tisztább fejjel ülsz le játszani, és ezért is tartom nagyon fontosnak, hát nevezzük úgy, hogy rak rendbe mindent körülötted. Hogyha a szüleid azt mondják, hogy csináld meg ezt, csináld meg azt, mert ha nem, a fejed azon fog járni, hogy úristen, milyen büntetést fogok kapni, mert hogy nem csináltam meg azt. Ha melóba meg kell csinálnod ezt vagy azt, akkor csináld meg, hogy ne azon járjanak a gondolatai. Szóval, hogyha leülsz játszani, akkor egy valódi stressz levezetés legyen, egy valódi kikapcsolódás legyen, egy valódi hobbi legyen, amit tiszta fejjel csinálsz. És úgy gondolom, tehát induljon így a nagyszámok törvények első sorozata, hogy először gondolkodj abban, hogy mielőtt leülsz játékba, elvégeztél-e minden olyan feladatot, amit el kell végezned, és hogy úgy tiszta fejjel tudsz leülni játszani, mert a játék maga egy boldogságforrás, ezt ne felejtsük el, és nem stressz forrás, jó? Tehát mikor leülünk játszani, üljél le tiszta fejjel játszani. Úgy ülj le, hogy tudod, hogy minden rendben van körülötted, mindent elintéztél, mindent megcsináltál, és minden oké. És ne úgy ülj le, hogy azon jár a fejed, hogy hú, baszki, holnap dolgozatot írunk, nem tanultam, de játszani akarok. Nem, előbb tanulj, utána játszál, azért, hogy legyen tiszta a fejed, hogy legyen tiszta a lelkiismereted, hogyha így tetszik jobban. Rendezzel mindent körülötted, és ülj le azért, hogy élvezd a játékot, azért, hogy szórakozás legyen a játék, és ha valaminél fontosabb bármilyen apró tip videóknál az, hogyha egy tiszta fejjel boldogan ülsz lejátszani, még jobban emeled a boldogság hormont, és gyakorlatilag jobban fog menni a játék már eleve. Úgyhogy ez lenne az első videó a nagyszámok törvényén belül, ami még teljes mértékben nem kapcsolódik a nagyszámok törvényéhez, hanem csak egy apró meglátás, hogy hogyan intézz úgy a mindennapokat, hogy jó legyen, hogy működjön, hogy élvezd a játékot, mert ne felejtsük el, megint csak pénzt adtál ki ezért, és szeretnéd élvezni, és ha netán a szüleid adtak ki pénzt ezért, és látják, hogy nem játszol, akkor nem biztos, hogy ők is boldogok lesznek. És azt mondják, hogy hát minek veszünk ennek a gyereknek új játékot, hát nem is játszik vele, vagy nem tudom. Szóval kezdjük ott, hogy tisztázz mindent magad körül, és akkor ülj lejátszani, hogyha ott érzed belül, hogy minden oké, és minden meg van csinálva, nem hagytam ki semmit, és akkor menni fog a játék. Természetesen kivéve akkor, hogyha született tehetség vagy, mert akkor mindegy, hogy mikor ülsz le játszani, mert menni fog a játék, de nem mindannyiunk született tehetség, és pontosan ez a sorozat erre fog kiélezni, hogy nem csak azoknak fog szólni, akik született tehetségek, hanem azoknak fog szólni, akik nem született tehetségek, inkább casual gamer, vagy casual gamerek, nem azt mondom, hogy inkább casual gamerek, és vagy gyorsan szeretnék megszokni ezt az új kodot, ezt az új ritmust, és hogyan segíteni fog nektek. Ugye furán is hangzik, hiszen én is most kezdtem el a játékot, viszont a sok-sok gamerpszichológia videó alatt ez is egy olyan, amit csináltam eddig, ez is egy olyan módszer volt, amit követtem, és idővel bevált, mert mondom, én nem egy született tehetségnek tartom magam, én megtanultam a dolgokat, és én megtanulom a dolgokat, és én tapasztalatot szerzek, és ettől leszek előbb-utóbb jó egy játékban, és ennek a módszernek nagyon köze volt ahhoz, hogy mitől lettem jó egy adott időben a bizonyos játékokban, de erre majd mindenre gyakorlatilag rá fogunk térni később. Úgyhogy első feladat, srácok, gondoljátok végig, hogy mi az a cél, mi az, amit szerettek ebben a kódban, miért játszatok ezzel a kóddal. Második dolog, rendezetek mindent magatok körül, mert van egy életünk, amit élni kell, és hogyha ott tiszta a lap, akkor itt is sokkal jobban fogtok koncentrálni, és fogtok játszani, és sokkal jobban fog menni a játék, és akkor természetesen mindemellett fogok még feltölteni meglátásos videókat, egy-két nagyon jó meglátásom van pályával, egzomozgással kapcsolatban, úgyhogy azt hamarosan fel fogom azt is dobni, úgyhogy ja, nagyjából ennyi lett volna így az első résznek, remélem követitek majd a sorozatot, és hogy tetszeni fog, amit mondom. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!